Pénteken kezdődött és vasárnap fejeződött be a 23. Lelei Napok rendezvény Maroslelén. A programsorozat első napján felavatták a falu új piacát, és mezőgazdasági termékekkel, valamint gépkiállítással várták az érdeklődőket. Ezen kívül a rockrajongói is jól szórakozhattak, hisz fellépett a Republic, valamint a Smokey Joe együttes. Szombaton a gasztronómiái volt a főszerep a faluban, ezen a napon ugyanis bográsbajnokságot és gasztronómiai fesztivált szerveztek, míg vasárnap lovas versenyek voltak. Többek között ilyen programokkal várták a falubelieket az immáron 23. alkalommal megrendezett falunapokra. Ez már a 23. falunap, és a megyében Marosel az első között volt, aki megszervezte ezt az ünnepet, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy sikerült ezt a hagyományt így fönntartani, sőt azt mondom, hogy egyre tovább tudtuk fejleszteni. Az idén már, nem csak az idén, az elmúlt években már háromnapos volt ez a rendezvénysorozat, és a mai napon van ugye nagyon sok ember itt a főtéren. Ez egy gasztronómiai fesztivál, 38 bográcsban fő az étel, tehát több mint 1000 ember lesz itt 5 óra környékén, úgyhogy én azt gondolom, hogy a falu apraját, a nagyját megmozgatja. Nagyon sokan jönnek vidékről, barátok, családok, rokoni társaságok jönnek ilyenkor össze. Örülök neki, hogy ilyen jól sikerülnek ezek a rendezvények. A polgármester rendkívül fontosnak tartja az ilyen jellegű programok szervezését, hiszen ilyenkor találkozhatnak egymással a rég nem látott ismerősök, elszármazottak. Mindenki itt van, aki fontosnak tartja azt, hogy találkozzon a szeretteivel, vagy éppen akár a szomszédokkal, rokonokkal, másokkal. Nagyon sok ember van, aki egész évben alig-alig beszél a szomszéddal, vagy éppen az utcában lévővel. Itt összejönnek, elbeszélgetnek, nagyon jó hangulat van. Hát ez összekovácsolja az embereket, szerintem ez nagyon jó. A 23. Lelei Napokat a Maros Völgyi Líder Egyesület 3 millió forintos támogatásából szervezték.